Járja a falvakat a mozgó dínyárus. 30 éves családi tradíciót követ Lakatos János a dínyetermesztéssel és a kis mozgóboltjával. Az idei változékony időjárás azonban őt sem kímélte. Sokan panaszkodnak, hogy 40-50%-kal csökkent a termésük az előző évhez képest. A hideg éjszakák és a csapadékmentes időjárás nem kedvezett a dinnyetermésnek, sőt, kisebbek is lettek a gyümölcsök a megszokottnál. Az idei szezon későn kezdődött, de reménykednek a termelők, hogy később is ér véget. Ami korai eladásra volt szánva, fólia fedésű dinnye, az a hideg éjszakák, száraz hideg éjszakák miatt annyira megsínlette a gyökérzet, hogy igazából ami adatott is nekünk termés, az is annyira kisméretű volt, hogy a beltartalomra értékes volt, de viszont méretre meg hát lényegesen kisebb. A termesztő szerint a gyümölcs minőségével nincs gond. A baj az, hogy ami eddig 7 kilós szokott lenni, azaz idén maximum 4 kilósra nőtt meg. Ez a bevétel szempontjából sem elhanyagolható. Ebben a szezonban egy tő egy egészséges termést tudott kinevelni. Ha ideális lenne az időjárás, ez lehetett volna 2, vagy egy későbbi virágzással akár 3 egészséges termés is, mondta Lakatos János kistermelő. Azt mondja, nagyon ki vannak szolgáltatva az időjárásnak. A most érő dínyéivel meg van elégedve, de mivel az időjárás kiszámíthatatlan, így ő sem maradhat nyugodt. Feltűnően szép lett és egészséges a jelenlegi helyzet szerint, de ezt egy eső, egy hidegebb éjszaka, egy ködösebb éjszaka mindjárt meg tudja fordítani. Az érésbe levő dínyeim pillanatok alatt tönkre tudnak menni, berohadnak, foltosodnak, ami már ugye nem piacképes. A magyar szabadföldi dínye megjelenésével közel felére csökkent a gyümölcs ára az egy hónappal ezelőttihez képest. A nagyobb üzletláncokban már 100-120 forintért megkaphatjuk kilóját a görög dínyének. A mozgóboltnál még 200 forint fölött juthatunk hozzá, de ebben az árban egyéb költségek is benne vannak.